Márton Bence vagyok, 2017-ben játszottam a Kísérlet című előadásban. Nekem, nekem az nagyon tetszett, amikor a, a, a viccek meg a, meg, a, meg a poénok elértek a közönséghez, és, és, és egy jó búztatod az, amikor nevetnek azon, amit mondjuk mondasz. Ez persze nem feltétlenül van így, hogyha nem egy vicces karaktert játszol, de mondjuk mivel magadat játszod, ezért ezért ez, ez, ugye, ez ugye a te személyiségedre is tulajdonképpen visszacsatol. Hát a legnehezebb élményem az talán, talán, nyilván mivel nem vagyok színész, és egyik szereplő sem színész, ezért ugye a szövegtanulás az nem egy könnyű dolog azoknak, akik már évek óta benne vannak a szakmában, azoknál nyilván ez egy alapvető elvárás, és, és nem is kérdés, de szerintem megtanulni azért sok szöveget, és azt, hogy mondjuk ki után jössz, az, az, az első körben lehet, hogy talán egy kicsit bonyolult, és, és, és el lehet benne veszni, és nem lehet olyan előadást csinálni, ahol minden teljes mértékben elhangzik, tehát mindig kimarad valami, de pont ez a szépsége, hogy igazából aki nem színész, az is elő tudja adni a saját karakterét, saját magát úgy, hogy, hogy az, az hiteles legyen, ne tűnjön fel, hogy bakizik, de mégis mindenki mindig bakizik. És, és szerintem ahhoz mondjuk tényleg kellene sok év tapasztalata, hogy, hogy mondjuk egy ilyen szövegkönyvet százszázalékosan el lehessen mondani mondjuk a próba folyamat vége felé. A bemutató előtti percekben nagyon komoly gyomorgörcsöt éreztem. Egy, egy, egy nagyon nagy izgulás, egy nagyon nagy teljesíteni akarás az, hogy inkább most lehet, hogy az utolsó pillanatban hazamennék, de valahol meg mégis baromira nem mennék haza, és, és ezt csinálnám. Szerintem tényleg, egy, egy, ha mondjuk veszünk egy, 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 egy dolgozattól, vagy egy vizsgától való félelmet, és azt mondjuk megszorozzuk, nem tudom, 6-7-szer, akkor talán közelítünk ahhoz az, érzés, ahhoz az érzéshez, amit mondjuk olyankor érz az ember, hogy oké, okay, akkor kettő perc, és itt lesz mondjuk, nem tudom, 60 ember, esetleg talán 100 ember, és mind a te arcodat fogják nézni, illetve a többiek arcát. Szerintem ez, ez nagyon izgalmas, nagyon érdekes, és egy nagyon jó érzés, de persze előtte, előtte nagyon nehéz. Az egyik legjobb barátomnak például nem tetszett. Nem tetszett neki az előadás, de ezt csak sokkal később mondta meg. De egyébként szinte ezen kívül mindenkitől csak jó visszajelzéseket kaptam. Mindenki azt mondta, hogy ügyesek voltunk, nagyon tetszett neki. Volt olyan, aki konkrétan az én szerepemet is úgymond kiemelte, pedig nem mondhatni azt, hogy főszerepben voltam. De szerintem nagyon, tehát nekem legalábbis is gondolom mindenkinek nagyon jól esik a visszacsatolás. Ez ugye a közönségtől akkor is jöhet, de nyilván, hogyha azt vesszük, hogy utána, érkezett hozzám olyan, hogy, 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 szerinte például az a sor, vagy az a kis öt perc, ahol éppen, éppen kifakadtam, vagy éppenséggel nagyon, nagyon megpróbáltam magam beleélni, hogy az, hogy az, jól sikerült, és ez egy jó érzés. Ez, ez szerintem mindenkinek kicsit úgy melengeti a szívét, meg simogatja az egóját, hogyha egy ilyen, egy ilyen pozitív kritikát hall. mivel ugye a szerepek azok tulajdonképpen belőlünk és rólunk íródnak, ezért nem lehet kivenni azt a kis elemet a képletből, hogy elgondolkodj azon, hogy tulajdonképpen a szerep, amit alakítasz, tehát a saját személyiséged, az, az, az milyen, amit eddig mondjuk alapnak vettél, vagy éppenséggel nem vetted észre, az ezután mondjuk előkerül. Ugye van egy ilyen, van egy ilyen érdekes Példa, hogyha valaki csinál melletted nagyon sokáig valamilyen idegesítő dolgot, akkor annyira hozzá vagy szokva már a kezdetektől, hogy nem veszed észre, de ha valaki kinagyítja és megmutatja, akkor utána nem tudod nem észrevenni. Amikor az én szerepem, tehát amikor én a szerepemmel foglalkoztam és, és tanulgattam, akkor úgy már az előadások javába mentek, amikor kicsit úgy jobban elkezdtem azon elgondolkodni, hogy vajon igaz ez a kép, amit, amit én magamról állítok, amit én magamról mondok, amit. amit amit tulajdonképpen az előadás állít rólam. És, és ez, egy, ez egy nagyon érdekes, ilyen önfelfedező mechanizmus is ö, szerintem. Tehát maga ez a közösségi színház, hogyha így nevezzük, ez ugye, ugye ebben is rejlik, hogy tulajdonképpen nem veszünk magunkra más szerepeket, hanem a saját szerepünket vesszük magunkra, tulajdonképpen, és, és ezt nagyon őszintén, nagyon kitárókozva elmondjuk másoknak. Ehhez bátorság is kell, ö, többek között én biztosan azt gondolom, hogy ha ez az előadás nincsen, akkor, akkor, akkor talán nincs olyan százszázalékosan tiszta képen magamról, mint amilyen százszázalékosan tisztának én azt most gondolom. szerintem azért is érdemesebben részt venni, mert hogyha, hogyha mondjuk megnézzük az egész világot vagy Európát, akkor ha hallunk közösségi színházról, akkor sokféle dologba csöppenhetünk, de olyanba, mint ami itt a Kumában történik, olyanba szerintem nem lehet máshol egy, egy barom jó élmény, egy nagyon jó csapatot hoz létre tulajdonképpen ebből a csapatból. Persze egy idő után kihullanak azért az emberek, de vannak olyanok, akik megtartják ezt a tök jó viszonyt, és tényleg egy bensőséges és nagyon közeli, közeli élményt kapsz igazából a másikról, és ez például a hivatásos színészeknél sem fordulhat elő, mert amikor te odalépsz a másikhoz és megfogod a vállát, akkor pontosan tudod azt, hogy te ezt most azért csinálod, mert neked ez a munkád. Itt pedig nem erről van szó, hanem itt tulajdonképpen te ugyanúgy megfogod a másik embernek a vállát, mint hogyha a való életben fognád meg a vállát, mert gyakorlatilag ezt teszed, hiszen a saját szerepedet alakítod, és ez baromi durva módon közel tud hozni egymáshoz. Egy kicsit ez ez talán nyálasan hangozhat, de, de valóban azt gondolom, hogy így van. Éltünk meg itt nagyon kemény pillanatokat, volt benne sírás, volt benne nagyon sok idegeskedés, de én azt gondolom, hogy úgy olyan módon meg tudjuk egymást ismerni, ahogy mondjuk máshogy nem tudnánk, és szerintem, ha már csak ezért, akkor, akkor már csak ezért is baromira megéri szerepelni. A közösségi színház nekem egy olyan színház, ahol egyrészt láthatok igazi történeteket, és megmutathatom a saját történetemet másoknak.